Sziasztok! Témánk a Duna gyöngye, a termálfürdők fővárosa, Budapest lesz. A játék résztvevői Marci. Hello! Anita. Sziasztok! Dia. Sziasztok! Kezdjünk bele! Az első feladvány egy elmagyarázós fogalom lesz. Marci húzza először. Országházban van egy ilyen hely, helyiség, ahol történik a lényeg. Ezt talán szoktátok hallani híradóban is hallani, hogy ma a parlament... Ülésterem. Aha, azaz. Úgyhogy miért folyamatosan a híradót nézem? Ha most Anita jön. Kettő részből. És a második? Tető. Kupola? Ház. Mm-hmm. Országház. Első része. Ég. Ház. Égi ház. Toronyház. Plafonház. Nem az aljával foglalkozunk. A tetejével foglalkozunk. Ház, tető. Tető. Nem. Nem tudom. Felsőház. Ház. Igen. A bónusz kérdésekhez használhatjátok a játék előtt kapott összefoglalót. Én a piros és kék kérdéskörére szeretnék fókuszálni. Az alsóház társalgójában a padlószőnyeg piros, míg a felsőházéban kék, mert a felsőházban általában gyenemesek tartózkodtak, akikről azt tartották, hogy kék a vérük. Én pedig arról szeretnék beszélni, hogy az országház hűtése egészen 1994-ig jéggel volt megoldva. Az országházzal kapcsolatos kérdés. Mikor hirdettek tervpályázatot az országház megépítésére? 1875-ben, 78-ban vagy 80-ban? Marci? Én úgy gondolom, hogy C. 80-ban. Legyen a B. 1878. Én is a B-re tippelek. Két B, egy C. Nézzük a megfejtést. 1880-ban volt a tervpályázat. Ez a Steinhoff-féle terv, amit láttok most a képen, és alacsonyabb, mint a megépült országház, ez később kérték, hogy legyen egy magas földszint is. Következő téma az Iparművészeti Múzeum, és Dia következik egy elmagyarázós feladattal. Igen, ez egy olyan kollekció, ami azokból a tárgyakból áll. Igen, de milyen gyűjtemény, ami azokból a tárgyakból áll. Műgyűjtemény? Amelyeket a földre helyezünk. Mi? Díszgyanánt. Takarógyűjtemény? Nem, földön. Szőnyeggyűjtemény? Igen, pontosan. Jó, Marcinál a pont. Első szó. Egy szó. Véső. Vésni... Szobrász? Aha, azaz. Ez jó sok. Bónuszkör következik a játék előtt kapott összefoglaló alapján. Marci? Lechnerödön és Pártos Gyula tervezték az Iparművészeti Múzeum épületét, és ez az épület a Magyar Szezesszió egyik legjelentősebb vívmánya. Az Iparművészeti Múzeum tetejét Zsolnay féle kerámiával burkolták. A múzeum legkülönlegesebb terme az előcsarnok, a falai vöröses színűek, a korlátok sárgák, a mennyezet pedig barnás árnyalatú. Jöhet az Iparművészeti Múzeummal kapcsolatos kérdés. Az épület kupolája körül az iparművészet ágait jelképező allegorikus figurák állnak. Szám szerint mennyi? 3, 4 vagy 5? Ki kezdi a válaszadást? Én fogom kezdeni, és legyen 4 B válasz. Én is a B-t mondanám. Igen. Én is. A mai iparművészetnek több ága van, de klasszikus értelemben a 4 ág az volt a szobrászat, keramikusság, ötvösség és textilművészet. Textil. Uh-huh. Jön az Andrássy út. Ki jön az első feladattal? Két részből áll. Az első rész az egy nagy zeneszerzőnk vezetékneve, a második pedig hasonlóan hangzik, mint a bőrönd. Kodály körönd. Igen. Jöjjön a feladat. Nekem mutogatnom kell. Két szó, az első. Lent, föld alatti.
Vasút? Föld alatti? Föld alatti vasút? Igen. Igen, föld alatti vasút. Az Andrássy út épületei egységes, eklektikus neoreneszáns stílusban épültek, és ez nem csak azért van, mert egy időben épültek, hanem mert ugyanazokat az építészmestereket, legjelentősebb sorban Ibl Miklóst bízták meg ezzel. Az Andrássy út a belvárost köti össze a Városligettel, és alatta húzódik a millenniumi föld alatti vasút. Az Andrássy út három fő szakaszban áll, a bérházak, a fasor és a villák és paloták. A bérházakból álló szakasz az a Deák-tértől az Oktogonig tart. Az út második szakasza a fasori rész, ami az Oktogontól a Kodály körönig terjed. Itt már az út két oldalán megjelenik a szervízút, illetve a harmadik szakasz a paloták, illetve a villák rész. Következzen az Andrássy úttal kapcsolatos kérdés. Milyen hosszú az Andrássy út? 2310 méter, 2510 méter, vagy 4210 méter. Mire tippeltek? Szerintem a B válasz lesz a helyes. Szerintem az A. Én is az A-ra tippelek. Nézzük meg. Igen, az A a jó válasz. Anitánál és Marcinál a pont. Következő témánk a bazilika. Ez a szó két részből áll. Az első része az államalapító királyunknak a neve. Szent István. Uh-huh. Azt mondjuk, hogy van körül az ember körül, aki dicsőítenek egy... Mítosz? Majdnem. Az utolsó... Legenda. A mítosznak az utolsó hangja, az stimmel, tehát az utolsó ugyanarra végződik. Ez a másik szó. Kultusz? Aha! Szent István kultusz. Az. Igen. Mehet. Egy szó. Hullám. Víz. Szentelt víz. Vízköpő. Nem így mutatnám. Vízöntő. A víz az hanyadik rész? Áramlat. Vízáramlat. Árvíz. Árvíz. Igen. A bazilika az egy neoreneszáns templom, a Szent István kultusz egyik legjelentősebb épülete, többek között azért is, mert Szent Istvánról van elnevezve, másfelől pedig itt őrzik az ő szent jobbját, ami minden kutatás szerint valóban az ő jobb keze. A bazilika megépítésére az 1838-as nagy árvíz adott indokot, ugyanis a bazilika helyén egy természetes kis dombocska áll, és ide menekültek a túlélők, meg ide menekítették őket csónakokkal, és ők akkor tettek egy fogadalmat, hogy adományként egy templomot fognak építeni ezen a helyen, és így épült meg a bazilika. A bazilika maga 96 méteres magasságával az ország egyik legmagasabb épületének számít. Az épületet Hild József és Ibl Miklós tervezte. Jöjjön a bazilikával kapcsolatos kérdés. Mekkora a súlya a déli, jobboldali toronyban található Szent István nagyharangnak, amely Magyarország legnagyobb harangja? Szerintem C. 10.250 kiló. Én is a C-re tippelek. Én a B-re tippelek. Nézzük meg. A B tipp volt jó. Következő téma a budavári palota lesz. Egy elmagyarázós feladat következik. Két szóval el, a második szó az egy kert jellegű... Udvar? Igen. És az első rész az pedig egy vadállat nagy moska fajta. Oroszlán udvar. Oroszlános udvar. Igen, igen, igen. A budavári palota gótikus stílusban épült először a 14. században, és Nagy Lajos és Mátyás király idején is voltak további bővítései. 1541-től a törökök megszállásának idején a palota állapota rohamosan romlásnak indult. 1686-ban az ostrom és a visszafulás idején szintén nagyon komoly károkat szenvedett. A 19. század végén Ibl Miklós és Hausmann Alajos tervei alapján a palotához hozzáépítettek egy hátsó szárnyat, amitől a palotának a területe megkétszereződött. Kinek a szobra található a budavári palota előtti téren? Savoyai Jenő, Szent György vagy Erzsébet királyné? És én kezdem most, és én az A-ra tippelek. Mire tippelek? Ezt kivételesen tudom, Savoyai Jenő. Valóban Savoyai Jenő.
Májtás templom következik. Ez egy szó, de három részből áll, és külön fogom elmagyarázni a részeket. Az első az a kicsinek az ellentétje. Nagy. Igen, a második... Marci ezt nem tudta. Ugyan, már ilyen nem fárasztom. A második, az a szomorúnak az ellentétje. Vidám. Nem. Boldog. Boldog. Boldog a szom. Igen. És azt mondja, miért volna az ellentétje? Hát a férfi volt. Nagyon nagy boldog asszony. Kis, szomorú férfi. Két szó, a második. Templom. Igen. Most melyik? Templom. Templom. Korona. Korona templom. Fejfedő. Anita közel volt már. Korona. Azt variáljátok. Koronából csak koronázási templom. Koronázó templom. Igen. Első Ferenc József császár és király 1873-as határozata alapján 1874 és 96 között Sulek Frigyes vezetésével építették át nagyszabásúan a budavári Nagyboldogasszony templomot. A budavári Nagyboldogasszony templom ismertebb neve Mátyás templom, de budavári koronázó templomként is szokták emlegetni. A templom harangtornyát Hunyadi Mátyás építette, és ez a hazai gótikus építészet egyik mesterművének számít. Mátyás templommal kapcsolatos kérdés. Hunyadi a templomban kapta meg a keresztet Kárvajál pápai legátustól, és innen indult Nándorfehérvárra. Mikor? 1455-ben, 1465-ben vagy 1475-ben? Borzalmasan rossz vagyok az évszámokban, de az ára tippel. Á. Hát én is az ára tippelek. Ez a helyes válasz. Köszönöm a részvételeket, köszönöm a játékot. Sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok.